9.tv. Otthon, város, Ferencváros. Megújult a Csarnoktér, önkormányzatok az idősügyért, környezetvédelem Ferencvárosban, író-olvasó találkozó Jókai Annával, díszdoktoravató a Károli Egyetemen. Szeretettel köszöntjük Önöket, Bácskai János Ferencváros polgármestere és Rogán Antal országgyűlési képviselő múlt héten ünnepélyes keretek között adta át az Európai Uniós pályázatból megújult Csarnokteret. A három ütemben zajlott felújítás több mint 389 millió forintból valósult meg. A Csarnoktér átadója a Pipa utca 6 szám alatt az újonnan kialakított turisztikai információs központban kezdődött, ahol Szűcs Balázs, Ferencváros főépítésze rövid prezentációjában ismertette a Csarnoktér korábbi állapotát és megújításának folyamatát. Ezt követően a résztvevők a térre vonultak, ahol Bácskai János polgármester köszöntőjével folytatódott az ünnepi átadó. Ez a tér, ki tudja, az elmúlt 150 év során mi mindennek a színpada, színtere volt, most már a miénk felújítva, és egy olyan térben jól megfér egymás mellett a piac, a kofaság, a bevásárlás, jól megférnek az egyetemek, és büszkén mondhatjuk, hogy a kultúra is ide költözött a közvetlen közelbe, hiszen a Budapest Music Center, a BMC is itt közelben nyitotta meg kapuit. Belső Ferencváros újraélet, belső Ferencvárosba érdemes megérkezni, turistaként is érdemes itt élni. Polgármester úr beszéde után Rogán Antal országgyűlési képviselő köszöntötte a jelenlévőket, majd az ünnepélyes szalagátvágásra került sor. Ezzel hivatalosan is átadták a teret, amit körbe is jártak aztán a meghívott vendégekkel. Ide jártam egyetemre, és itt is laktam egyébként innen nem messze a Rádai utcában, kollégiumban, és emlékeim szerint ez itt, nekem sose tűnt fel, hogy ez egy tér. Mindvégig azt gondoltam, hogy ez egy közlekedési csomópont, rengeteg parkoló autóval, kicsit áttekinthetetlen, kaotikus rendel, sőt igazából még arra sem gondoltam, hogy innen is be lehet menni a Csarnokba. Én azt gondolom, hogy most ez a fejlesztés ezt teszi világossá, és ezzel gazdagabb lesz Ferencváros, mert feltárja az itt lévő házakat, ad egy világos, levegős, gyönyörű szép teret, és csak biztatni tudom a ferencvárosiakat, hogy vegyék birtokba és vigyázzanak rá. Nekem a belvárosban az a tapasztalatom, hogy minden ilyen fejlesztésnek az az eredménye, hogy 2-3 év alatt teljesen megváltozik a környéknek a hangulata. Barátságosabb lesz, és a lakók számára is kedvezőbb lesz, és jó dolog, hogy megújulhatott a Ferencváros külső részei mellett végre a Duna melletti része, és számomra meg az egy külön öröm, hogy itt köszön egymásnak Budapest belvárosa és a Ferencváros, itt nyújt kezet egymásnak, itt találkozik össze a megújult Fővámtér a Csarnok megújult környezetével. A Csarnoktér megújításának kivitelezési munkáit az E-Builder Kft. Végezte. A koncepció az volt, hogy tényleg itt egy tér legyen. Korábban az egész terület egy aszfaltozott parkoló, illetve utak voltak, és most gyakorlatilag a forgalom az csak átmenő forgalom, az is annak az iránya is bizonyos helyeken megváltozott. 70% körüli terület az, ami zöld felület, virágágyás, növények, kalodába helyezett fák, egyebek. Van a tér közepén, ez a harmadik ütemben készült el egy vízjáték, ami nem igazából szökőkút, hanem egy vízjáték gyakorlatilag, és az első ütemben készült el egy kicsi kis játszótér, ez is uniós szabványnak megfelelően. Június 15-én szombaton ismét három helyszínen várták kerületünkben a veszélyes hulladékokat, többek között a Bakás téren is. Itt beszélgettünk dr. Bácskai János polgármesterrel Ferencváros környezetvédelmi programjairól. Nagyjából 15 éves múltra tekint vissza a környezetvédelem kiemelt kezelése Ferencvárosban, hiszen Fradi után, a zöld-fehér szín után kötelezettségeink vannak, nem csak a köztisztaság, a közbiztonság, tehát a fehér, úgynevezett fehér ügyekben, hanem a zöld ügyekben is. Ezért egyre több programunk van, ilyenek a környezetvédelmi jelesnapok, József Attila lakótelepen lezárjuk a Napfény utcát. Emberek végre láthatják, hogy milyen az, mikor kevés autó, vagy egyáltalán nem megy autó a legforgalmasabb lakótelepi utcán, és persze az összes többi program, gyerekprogramok, felnőtt programok, bolhapiac, ezeket nagyon szeretik. Ez ugye évente kétszer van, az autómentes napon, illetve a földnapján.
Igen, egyelőre kétszer van, és azt szeretnénk erővetíteni, hogy milyen lesz az, amikor a forgalomcsillapítás miatt sokkal kevesebb autóbusz megy át a lakótelepen. Veszélyes hulladékgyűjtésre ezeken a jeles környezetvédelmi napokon is van lehetőség, illetve évente több alkalommal is. Kettővel kezdtük évente, három lett belőle, négy, most hatnál tartunk, három helyszínen. Ez az egyik legnépszerűbb programunk, hiszen sokszor megállítanak az utcán, hogy mikor lesz már a következő, nagyon szeretik, és ehhez kapcsolatban tudom elmondani, hogy Budapesten először és egyelőre csak Ferencvárosban használt étolaj gyűjtő konténereket helyeztünk el, most már 7 helyszínen lehet ezeket a narancssárga dobozokat megtalálni. A házonkénti szelektív hulladékgyűjtésben is mondhatjuk szerintem nyugodtan, hogy elég élenjáró volt Ferencváros. Ebben is valószínűleg elsők között voltunk, és 169 ház kapcsolódott bele az első évi 29 után. Nem állítom, de lehet, hogy a főváros a mi példánkon okult, és bevezette a házonkénti szelektív hulladékgyűjtést, ezért váltódnak le az utcai szelektív gyűjtők. Nagyon népszerű a program, hiszen egyrészt a kommunális hulladék, amiért fizetni kell, annak a mennyiségét csökkenti, ezáltal kevesebbet kell a házaknak fizetni, tehát gazdaságos is, és tovább növeli a környezettudatosságot, hiszen mikor már ott van minden házban, akkor nehéz nem észrevenni. A Zöld udvar pályázat az, amelyik a veszélyes hulladékgyűjtés mellett talán ezek versenyeznek az aranyéremért. Ezeket a beton és kő udvarokat föl lehet törni, és virágos kertet lehet kialakítani. És nem csak belső Ferencvárosban, hanem középső Ferencvárosban is nagyon sokan jelentkeznek erre a programra. Némi kis önrésszel, hogy komolyan vehessük a programot, 60-80%-os önkormányzati támogatással lehet ezeket a kis zöld szigeteket kialakítani. Az intézményi zöld programjaink is nagyon népszerűek, és amit a legfontosabb elmondani a környezettudatos nevelés szempontjából, hiszen kire másra számíthatunk, mint a gyerekeinkre, és ha a gyerekeink már így nőnek föl, akkor nagyon okos és ügyes felnőttek lesznek belőle, már ami a zöld ügyeket illeti. Minden iskolánk rendszeresen kapcsolódik a központi környezetvédelmi vetélkedőköz programokhoz, úgyhogy a ferencvárosi gyerekek zöld tudattal, zöld világlátással, zöld fejű világlátással hagyják el az iskolát. A magyarországi önkormányzatok együttműködési keretmegállapodást írtak alá a helyi és országos szintű idősügyi helyzet javításáért. Az aláírásra Óbudán került sor, kerületünket Formanek Gyula alpolgármester képviselte. Már a program megfogalmazásakor fontos volt számunkra az, hogy más önkormányzatokkal való együttműködést ezen a területen mindenképpen célszerű lenne folytatni. És ugye ez a mai alkalom tulajdonképpen ezt teljesíti be, hiszen itt 14 más önkormányzattal került aláírásra egy megállapodás, amely pont ezt a programot fogja segíteni, legalábbis remélem, a jövőben. 2012 óta, amióta aláírtuk és elfogadta a képviselőtestület a idősügyi koncepciót, belendültek a programjaink, a rendezvényeink. 2013-ban ugye megerősödve már költségvetés is támogatta ezeket, kiemelten támogatta ezeket a programokat, és azt kell mondanom, hogy minden héten legalább 3-4-5 program valósul meg. Ugye ezeknek egy része kulturális program, egy része sport-szabadidőhöz kapcsolódik, egy része közbiztonsághoz kapcsolódik, egy része egészségmegőrzéshez kapcsolódik, egy része a generációk közötti együttműködéshez kapcsolódik, tehát ugye folyamatosan mennek az informatikai oktatóprogramjaink, amelyek kimondottan ezt szolgálják, de ugye a főző, amit ugye a 9.tv segítségével a Főzünk Együtt a Nagyival című sorozatról, az megint ezt szolgálja. Tehát rendkívül színesek ezek a programok, hát és mindenkit arra biztatok a jövőben, hogy keresse ezeket a programokat, és jöjjenek el. Önnek esetleg a felsorolt programokon belül van kedvenc, vagy kulcsfontosságú? Vannak kedvenceim, tehát például nem véletlenül említettem a Főzünk Nagyival című programot. Minden olyan programot különben, ami a generációk közötti párbeszédet segítik, ezeket nagyon fontosnak tartom, és nagyon szívesen gondolok rá. Lesznek még a jövőben is ilyenek, hiszen pont
A múlt héten a fegyiökkel, a Ferencvárosi Ifjúsági Önkormányzat képviselővel beszélgettünk arról, hogy ősszel hogyan tudnának ők ebben a, ezekben a programokban részt venni. Rendkívül sok ötlet hangzott el itt a telefon informatika oktatásnál, hogy nagyon szívesen részt vennének ezekben a programokban, és nem csak önkéntesként támogatnák a rendezvényeinket, hanem konkrétan akár résztvevőként is. Tehát ezek azok, amik számomra nagyon kedvesek. Várható szociális ellátásban, illetve ezekkel kapcsolatos szolgáltatásokban pozitív változás? Persze, ezekről nem feledkezünk el, hiszen azért, hogy a gazdasági válság mély nyomokat hagy az idősek életében is. Ezért vezettük be ugye a közelmúltban a gyógyszertámogatást, a közgyógyellátás feletti gyógyszertámogatást. Meg gondolkodunk természetesen más ellátásokon és támogatási formákon is. Természetesen nem feledkezünk el az idősektől, természetesen támaszkodunk az intézményrendszerünkre, ahol ugye jól működő klub és egyéb szociális család gondozó ellátási formákon az időseket támogatjuk, a házi segítségnyújtástól az étkezésig egy csomó egyéb szolgáltatást nyújtunk. Ezen felül szeretnénk viszont olyan programokat, amiben ugye az idősekkel együttműködve, partneri viszony kialakítva közösen dolgozni azért, hogy ők jól érezzék magukat. Tehát a kettő szerintem egymás mellett nagyon jól megfér, kiegészíti egymást, egy pici új szint is visz ebben az ugye a gondoskodó önkormányzat szerep mellé. Én úgy vélem, hogy ezáltal közelebb kerülnek az önkormányzathoz, hiszen ők ugyanúgy a segítségüket fogják felajánlani ahhoz, hogy ezek a programok jól működjenek. A programokról részletesebb beszámolókat a Teljesség felé című műsorunkban láthatnak. A Teljesség felé elnevezésű idősügyi koncepció keretében a József Attila lakótelepi közösségi ház vendége volt Jókai Anna írónő, akivel az időskorról és legújabb könyvéről beszélgettünk. Ez a mostani író-olvasó találkozó elsősorban az idősebb korosztálynak szól, és hát nyilván egy író minden korosztálynak, minden személyiségnek a lelkét jól ismeri, kell, hogy ismerje. Mostani generáció az idősödést, az időskort mennyire tudja szépen, vagy aktívan, vagy teljességében megélni? Az idős korosztálynak sok mindenben ugyanazok a gondjai, mint a fiatal, aki elhagyatottnak érzi magát, úgy érzi, hogy nem törődnek vele eléggé, de azt hiszem, hogy a legnagyobb baja az az életének az utolsó harmadát élő embernek, nem az, hogy hiányzik neki valami, mert mindannyiunknak hiányzik valami, a legfiatalabbnak is, hanem az, hogy bizonyos töblete keletkezik az életébe a tapasztalataiból, a megért sorsából, és ezt a töbletet szeretné átadni. Tehát töblete van, nem hiány a töblete, és ezt a töbletet nincs kinek odaadni, mert a társadalomnak egy része nem kíváncsi az ő tapasztalatára. Olyan társadalmi és emberi közeget kell teremteni, ahol a generációknak a folyamatosságában van az érték. Legújabb könyve egyfajta családregénynek tekinthető, mindenféle korosztály megtalálható benne, így természetesen a legidősebb korosztály is. Ők miként jelennek meg ebben a regényben? Az idősebb korosztály tulajdonképpen nem a főszereplője ennek a regénynek, mert az éhes élet különböző életfelfogásokat mesél el. Tehát a hatalomészséget, a sikerészséget, a pénzészséget, a szexészséget, és azt, amit nagyon gyakran nem vesz észre az ember, hogy tulajdonképpen egész életében a jóra, a szépre, hogy úgy mondjam, az isteni szubstanciára éhes. Valójában két időszereplője van, azt küszködik ezzel a gondolattal, hogy amikor el kell menni a világból, akkor mit tud magával vinni, mit hagy itt. Az életösztön hogyan tiltakozik az elmúlás ellen, ugyanakkor aki ezt jól éli meg, aki tudja, hogy nem a megsemmisülésbe megy az emberi lét, hanem egy másik szférába, annak értelmessé válnak a percei az utolsó pillanatokig. A Károli Gáspár Református Egyetem szenátusa három jeles személyiséget tüntetett ki díszdoktori címmel. Az ünnepélyes átadóra a hittudományi kar dísztermében került sor. A Károli Gáspár Református Egyetem
így teljes egyetemi szinten első ízben fog díszdoktorokat avatni. A Hittudományi Kar korábban már avatott díszdoktorokat, de az egyetem, a Bölcsészettudományi Kar, illetve a Hittudományi Kar fog a mai napon díszdoktorokat avatni. Díszdoktorság lényege tulajdonképpen kettős. Egyrészt az intézmény megtisztel olyan tudományos teljesítményekkel, illetve közéleti teljesítményekkel rendelkező embereket, akik akár Magyarország számára, akár kifejezetten a Református Egyház, vagy most a mi esetünkben magát az egyetemet is támogató embereket tisztel meg azzal, hogy díszdoktorrá avatja őket. A másik oldala viszont az egyetem számára is egy megtiszteltetés, hogy olyan közéleti személyiségek, vagy közegyházi személyiségek, mint akik közül most is kitüntetünk ezzel a címmel, elfogadják tőlünk azt, hogy díszdoktorrá avassuk őket. A Hittudományi Kar felterjesztésében Nikolaus Schneider, a Német Evangéliumi Egyház, az LKD-nak a leköszönő elnöke az, aki most díszdoktori címet fog kapni. A Bölcsészettudományi Karról egy irodalmár, August Stahl, illetve egy történész, Martin Reddy lesz, akik átveszik a díszdoktori címet. Miért őrájuk esett a választás? Mindhármuk esetében az egyetemmel, Nikolaus Schneider esetében pedig különösen a Magyarországi Református Egyházzal való szoros kapcsolatépítés az, ami őket erre a kitüntető címre érdemesíti. A 9.tv heti híreit látták, műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket várjuk a 218-21-21-es üzenetrögzítős telefonszámon. További nagyon kellemes hetet kívánunk Önöknek, viszontlátásra! Kilenc pont TV. Otthon, város, Ferencváros.